Nyíregyházán 2011 óta működik a Csodavár korai fejlesztő centrum. A központ egyszerre fejlesztőházat Down-szindrómás és más fogyatékkal élő gyermekek számára, valamint élményt nyújt minden gyermeknek különleges játszóházi szolgáltatásaival. A Nyíregyházi Down Egyesülettel karöltve 2015-ben Máté Szalkán is hasonló központ alakult, melyben eddig tanácsadási lehetőséget biztosítottak a segítségre szoruló családoknak. Hogy Nyíregyháza és Máté Szalkán a megye két súlyponti településén megjelentek ezek a szolgáltatások, ez nagyon nagy jelentőségű, hiszen a korai fejlesztésről, hogyha beszélünk, akkor olyan terület, amiről 15-20 éve beszélnek a szakemberek, a korai felismerésről a fogyatékkal született gyermekeknek, hiszen ezekről a gyermekekről semmiféleképpen sem szabad lemondani. A családok nem mondanak le, de társadalmi szinten sem szabad lemondani, hiszen fejleszthetőek odafigyeléssel, olyan fajta terápiás módszerekkel, amelyek most vannak kutatás alatt, vagy már régóta rendelkezésünkre állnak, ezek a fogyatékosságok fejleszthetőek, és különböző mértékben ugyan, de integrálhatók a fogyatékkal született honfitársaink a társadalomba. Máté Szalka is térségében akkor a gyermekkori intervenció elősegítése érdekében az első szatmári alma feldolgozó és kereskedelmi Kft. Az elmúlt években kiemelten támogatta a településen a tanácsadást működtető Rejtett Kincsek Down Egyesületet. Ennek köszönhetően a térségben kialakított tanácsadó pontokon a nyíregyházi Csodavár munkatársai 2015 óta közel 100 gyermeket vizsgáltak meg és irányítottak a megfelelő szakemberekhez, valamint több mint 30 workshoppal is segítették a helyi szakemberek munkáját. Ezen túl pedig a tanácsadás mellett érzékenyítő programokkal is segíteni fogják, hogy a gyermekek játékos keretek között ismerkedjenek meg test közelből a fogyatékkal élők mindennapjaival. Ezzel az érzékenyítéssel azt gondoljuk, hogy enyhíteni szeretnénk azon a ma megjelent vagy jelenlévő problémánál, hogy sokszor a fogyatékossággal élő gyermekeket nem úgy fogadják el a társaik és a gyerekek, mert hiszen nincs még megtanítva, hogy hogyan is lehetne ezt kezelni, ezt a jelenséget, és ezt a programot jónak találtuk, hogy szintén mögé állunk, és ezt itt a térségben a már meglévő programhoz fogjuk hozzá csatolni. Ez megint egy hosszú, több éves program. A program első lépéseként pedig egy 3 éves együttműködést írt alá a vállalat a Rejtett Kincsek Down Egyesülettel. Most már nem csak a Down-kóros gyermekeket, hanem bármilyen fogyatékkal élő gyermeknek adott a lehetőség arra, hogy szakmai segítséget kapjon ő, illetve a szüleik. Én azt gondolom, hogy ez egy úttörő együttműködés. A további tervek között szerepel az is, hogy a tanácsadáson és az érzékenyítő programokon túl a jövőben a Nyíregyházi Csodavárhoz hasonló fejlesztő központ is létesüljön Máté Szalkán.